Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta Magazin nézőit. Pódiumbeszélgetések, ifjúsági és gyermek, családi programok, a kereszténység erősítése és az egymáson való segítés. Ezek kerültek a középpontban 3 napon át, ugyanis Székesfehérváron rendezték meg a katolikus társadalmi napokat, amelynek záró eseményeként Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek celebrált szentmisét. Az idei katolikus társadalmi napok eseménysorozatát szeptember 7-én Szent István városában tartották. Egyházi dallamokkal telt meg az elmúlt napokban Székesfehérvár belvárosa. A helyiek és az ide látogató vendégek közel 100 féle programon vehettek részt a katolikus társadalmi napok alkalmából, amelynek középpontjában az egyház társadalmi szerepvállalása állt. Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök arról beszélt, az egyház feladata, hogy az embereket az életszentség felé vezesse. Mint mondja, az egyháznak küldetése, hogy a világot szebbé és jobbá tegye. A katolikus püspöki konferencia döntötte el, határozott úgy 6 évvel ezelőtt, hogy évente bemutatkozik egy-egy egyház megyébe. Megmutatjuk magunkat, ki az egyház, mit csinálunk, hogyan tudjuk segíteni a világot, mi a mi célunk ebben a világban. Most ebben az esztendőben ránk került a sor, és Székesfehérvárnak jutott ez a lehetőség. Nagyon nagy öröm és nagy megtiszteltetés ez számunkra, és nagyon nagy öröm, hogy ebben partnerre találtunk a várossal, a polgármester úrral és a munkatársaival, akik nagy segítsége voltak nekünk abban, hogy ezt a sokrétű, elég bonyolult szervezést igénylő programsorozatot össze tudjuk állítani és meg tudjuk valósítani. Meg tudjuk mutatni, hogy az egyháznak célja nem csak az imádság, nem csak az, ami a templom falain belül történik, hanem onnan kilépve a dolgunk az, hogy ezt a világot megpróbáljuk jobbá tenni. Ezért fontos az, hogy próbálunk tanítani és oktatni és nevelni, próbáljuk az öregeket, időseket, magukra maradottakat, gyengeségekkel küzdködőket fölemelni és segíteni szociális, karitatív területeken keresztül, megpróbáljuk az életben a családokat szolgálni, egyáltalán keressük az embert ott, ahol van, ahogy II. János Pál pápa mondta, és próbálunk az embernek ott segíteni, hogy az élete békésebb, boldogabb, derűsebb legyen. Soltész Miklós államtitkár hangsúlyozta, az egyházak jelenléte és szerepe az országon belül egyre jelentősebb. Akár a köznevelésben, akár a felsőoktatásban, szociális gyermekvédelemben is a jelenléte az egyházaknak, ha nem is tért még vissza az 1945, tehát a II. Világháború előtti szintre, de azért egyre meghatározóbb. Nem véletlen az, hogy körülbelül 220 ezer gyermek jár ma felekezeti iskolákba, illetve óvodákba. Nem véletlen az, hogy a gyermekvédelmen belül az egyházak jelenléte 40%-os, és hogy több tízezer fogyatékossággal élő súlyos beteg, vagy adott esetben pedig idős embert gondoznak, ápolnak szociális otthonokban vagy kórházakban az egyházak. Hatalmas nagy felelősségezés, ez sohasem a saját kedvükre teszik, sohasem azért, hogy most ők teret nyerjenek, hanem sokkal inkább az a szolgálat, ami a legfontosabb az egyházaink részéről, amit a rászorult, elesett, vagy pedig a tanulni vágyó fiataloknak adnak át. Mindez persze állami, kormányzati, önkormányzati segítség nélkül nem megy, és teljesen természetes, hogy az a támogatás, amit egyébként mondjuk egy állami, önkormányzati intézmény is megkap, meg kell, hogy kapjanak az egyházi fenntartóink is, de hála Istennek egyre erősebb a jelenlétük. Mind a mellett pedig hozzáteszem, hogy mind azok, akik egy ilyen intézményt, iskolát vezetnek, nagyon fontos, hogy egyrészt felkészültek legyenek, másrészt pedig hiteles keresztények. Akkor valós az a egyházi jelenlét, az a történelmi egyházi jelenlét, ami még egyszer mondom és hangsúlyozom, pont 70 évvel azután, hogy a kommunisták szinte mindent bezártak, mindent elvettek az egyházaktól, legyenek azok iskolák, legyenek azok a karitatív feladatok, vagy szociális feladatok, ezek most, hogy újraindultak, ehhez olyan emberekre van szükség, akik ezt fel tudják vállalni. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere, a kattárs civil fővédnöke köszöntőjében úgy fogalmazott,
az európai, de a székesfehérvári közösség sem létezhetne a kereszténység nélkül. Ez a kapcsolat ez ma is nagyon-nagyon szoros, nem csak egy ilyen szép háromnapos rendezvénysorozat keretében van ez, és nem csak emiatt létezik a városban, hanem az élet minden területén, legyen a szociális terület, hiszen ott intézményfenntartó az egyház, legyen az oktatási terület, ahol intézményfenntartó az egyház, egyúttal pedig mondjuk a Megyeház utcai városi önkormányzati óvoda ingatlan az egyházmegyéje, amit mi az egyházmegyétől ingyen kaptuk meg, hogy ott abban egy állami, egy városi óvoda legyen, de hát a Szent Imre általános iskola, ugye ott az óvoda, a cisztergimi, ez ugyanúgy az egyházhoz kapcsolódik. A kulturális területen is nagyon jó és szoros az együttműködés, ugye van egy kiváló egyházmegyei múzeum, egy levéltár, és hát vannak olyan közös akciók, megmozdulások is, mint például a bazilikával összefüggő barokk kiállítás a Csók István képtárban, amit a két múzeum szakemberei azt gondolom, hogy csodálatos kereteket adva hoztak létre, hoztak össze. És azt hiszem, talán a legfontosabb, amit összefoglalóan el lehet mondani ezzel a kapcsolatról, hogy igen, az államegyház szétválasztása ez egy fontos elv, ez egy működési szétválasztást jelent, de nem jelentheti az együttműködés szétválasztását, hiszen van egy nagyon komoly és közös feladat, nyilván különböző eszközökkel, de mégiscsak közösségformálást végez az egyház, és közösségformálást végez a város, az önkormányzat, annak intézményei, a civil társadalma is. És ebben azt gondolom, hogy igenis itt a 21. században is van dolgunk, és van együttműködési lehetőség. A katolikus társadalmi napok záró szentmiséjére Erdő Péter bíborost, prímást és Mihály August Blum érseket, Magyarország apostoli nunciusát várták, akinek első nyilvános magyarországi rendezvénye volt ez a szentmise. A városháztéri istentiszteletre több százan látogattak ki. Egyszerre fontos a szociális szeretet, az emberiesség és annak tudata, hogy ezek által is utat keresünk, sőt a mi működésünk révén maga az evangélium keres utat az emberek szívéhez. És akkor igaz a tanulság, amit az evangélista levon, hogy akinek erre megnyílik a füle, annak nagyon jó sora lesz. Nem csak az itteni, a hétköznapi gondjaiban kap enyhülést, nem csak a hangulata lesz jobb tőle, hanem kapcsolatba léphet azzal az Istennel, akivel a sorsa örökre biztonságba kerülhet. Mert azt hirdetjük az emberiségnek, hogy van célunk, van jövőnk. És ez a jövő túlmutat az e világi történelmen. A háromnapos programsorozat záró eseménye teljesen megtöltötte a városházteret. A kattárs küldetésére sokan voltak kíváncsiak. Idén a kereszténység társadalom átalakító jövőképe volt a téma. Ennek keretében előadásokra, pódiumbeszélgetésekre, kulturális műsorokra, ifjúsági és családi programokra látogathattak az érdeklődők Székesfehérváron. Átadták a Fekete-hegy szárazréti közösségi ház új, második ütemben megvalósult szárnyát. A megnyitón Cserpakovics András polgármester és Szigli István a településrész önkormányzati képviselője egyaránt kiemelte, fontos, hogy a város település részeinek polgárai méltó módon tölthessék szabadidejüket. Az új kiállító térben mutatkozott be Kerkai Rita képzőművészeti alkotásaival. A Vörösmarty Színház művésze tárlatának anyaga minden korosztály számára elgondolkodtató képeket rejt. Ünnepélyes keretek között átadták a Fekete-hegy szárazréti közösségi ház második ütemében megvalósult új létesítményét. A megnyitón Cserpakovics András polgármester hangsúlyozta, Székesfehérvár számára kiemelten fontos, hogy a település részek polgárai igényes közösségi tereken élhessék meg a kulturális események nyújtotta örömet. Egy új kulturális és közösségi tér jött létre Fekete-hegy szárazrészt városrészben. Ugye az a célunk, hogy minden városrésznek legyenek közösségi terei, mind külső, mind pedig az épített környezetünk vonatkozásában, és legyenek olyan terek, ahol kulturális programokat, iskolai, óvodai programokat, egyetem közösségi programokat lehet szervezni. Különösen igaz ez a külső városrészekre, ahol nyilván ezek aztán tényleg a helyi közösség szervezésének elengedhetetlen részei. Elég, ha csak mondjuk Kisfaludra gondolunk, elég, hogyha gondolunk arra a közösségi erőre, ami Börgöndön vagy Csalán is megmutatkozik, de akár mondjuk az Öreghegyi Művelődési Ház elmúlt évtizedeire is, vagy akár a Gárdonyira, hogy Maroshegyről is beszéljünk, mind-mind azt mutatja, hogy igenis városrészenként fontos, hogy legyen egy-egy ilyen kulturális
központ, művelődési ház, ki így, ki úgy ismeri, és azt hiszem, hogy tényleg nagyon szép dolog jött itt létre két ütemben a Fekete-hegy Szárazréten, zömében vagy nagy arányban önkormányzati forrásból, és most ennek a második ütemben is elkészült, ez is egy bruttó 95 millió forintos ütem volt, és hát ahogy nézem, hogy mennyiféle program, rendezvény van itt, akár most például egy kiállítás megnyitóra is készülünk a terület átadásával egyidőleg, én úgy gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy megérte. Szigli István Fekete-hegy Szárazrét önkormányzati képviselője örömének adott hangot, hogy a kultúrudvar olyan lehetőségeket biztosít a városrész lakóinak, amelyek korosztálytól függetlenül segítik a közösségi lét megerősítését. Azt az épület együttest adjuk át, ami alkalmas lehet kiállítások, próbák, rendezvények lebonyolítására, illetve ami régi nagyon nagy elgondolásunk volt, ez talán város más részére is lehet majd igaz, hogy egy szabadtéri színpad vagy egy létesítmény akkor tölti be a funkcióját a tartalmi elemeken túl, ha kiszolgálod minden elemébe a nézőt. Ott tartunk ezzel az épület együttessel, hogy egy korszerű kiszolgáló egység is létrejött, mind büfével, mind toalettekkel egyetembe. Én úgy gondolom, hogy ez hosszú távon valósággá oly módon válhat, hogy vonzani fogja az embereket. Az eddigi tapasztalatok is ezt bizonyítják, hogy nem csak a kiemelt nagy rendezvények, nyári színház, egyéb események, száztagú cigányzenekar hozzák ide az érdeklődőket, hanem a gasztroudvar vagy kerti konyha, mindegy, hogy hogy nevezzük, rendszeres vendégei az itt élők, tehát már megszokták, vagy kezdik megszokni, inkább azt mondanám, hogy szinte minden hétvégén 2-3 esemény zajlik, ahol 20-30-50 fős családi rendezvényeket bonyolítanak le, ahol jól érzi mindenki magát, mert is a gyermekek használhatják a játszóeszközöket, zárt körülmények között vannak, és nem zavarja őket semmi, és minden rendelkezésükre áll, ami egy hétvégi eseményhez, családi vagy baráti találkozóhoz elegendő. 2016-ban találkozhattunk először Székesfehérváron azzal a különös szárnyaló világgal, amivel Kerkai Rita a Vörösmarty Színház művésze lepett meg bennünket Falak című kiállításán. A színpadon is varázslatos művész most ismét kivételes képzőművész kvalitásait csillogtatta meg a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Házban megrendezett tárlatán, ahol tágra nyitotta az alkotó ember gondolataihoz vezető rejtekajtót, gyermek és felnőtt előtt egyaránt. 2017-ben volt egy gyereknapi kiállításom ott a színházban, és az, hát maga az a gondolat azon elgondolkozni, hogy a gyerekek mit látnának szívesen, vagy milyen képeket csinálhatnék, ami a gyerekeket megszólítaná, az hát egy új távlatot nyitott, vagy egy új irányt nyitott, és először azt éreztem, hogy nagy fába vágom a fejszémet, mert rájöttem, hogy igazából nem tudom, hogy most gyerekeknek mi lehet izgalmas téma, és akkor egyre inkább, ahogy közeledett így a megnyitó, egyre inkább valahogy találtam valami utat, ami azt gondolom, hogy talán tetszett neki. Fest semmiből képeket, harmadból kékeket. Kerkai Rita festményeinek tárgyasult, testet öltött szellemi valósága, az a feltételek és feltételezések nélküli szabadság, amit a képek között sétálva a figyelő tekinteteknek sugall, legyen az töpörtyű kisiskolás vagy kiállító tereket járó felnőtt, megerősítik és arra késztetik az emberfiát, hogy megálljon és mindenfajta kétséget hátrahagyva szemlélődjön, hogy átadja magát a gondoskodó szeretet igellésének. Valójában azt gondolom, hogy szerintem igazából gondolatok vannak, és nincs olyan, hogy külön, hogy gyerekeknek mondani való, meg felnőtteknek, hanem én azt gondolom, hogy szerintem bennem még van egy nagy adag gyerekrész is, és ugyanakkor azt gondolom, hogy talán a színessége miatt a képek azok valók gyerekeknek, meg én azt gondolom, hogy ha az ember tisztán akar valamiféle gondolatot közölni, az egyszerre a felnőttekhez is eljut, meg a gyerekekhez is. A két barát és pályatárs, Varga Lili és Kricsár Kamil versekkel festett hozzá. Ecsetvonásszerű gondolatokkal segített abban, hogy az ihletett szó és a megvalósult, tárgyasult álmok és látomások
kart karba öltve költözzenek be lelkünkbe. Ebben az esztendőben is megrendezték a Hargita megyei Éllakán a Regejáró Fesztivált. A Székely Népi Kultúra bölcsőjében koncertek, zenei előadások, kiállítások várták az érdeklődőket. Amikor az elmúlt évben Heitzinger Mika, Török Máté és Tóbisz Tinelli Tamás a Misztrál együttes tagjai hagyományteremtő szándékkal először életre hívták a Regejáró Éllaka Fesztivált, már bizonyosak lehettünk abban, hogy ez a találkozó messze túlmutat a hasonló rendezvények 21. századi tematikáján. A Gagypatak völgyében fekvő kicsiny székely ékszerdoboz ugyanis ideális helyszín arra, hogy a művészeti ágak kiemelt, mélységesen emberi, közös pontjává nemesüljön, amelyben megmerítkezhet népművész, regélő dalnok, versmondó, fotóművész, énekegyüttes egyaránt, lelkes és értő szemek és szívek előtt. Jó az, amikor sok jó ember együtt van és mosolyog. És ugye egy napra elfelejtik azt, ami körülöttük van. És ugye együtt tudnak lenni, leülni egy fa alá, vagy lent, együtt énekelnek, hallgatják a muzsikát, vagy a mesét, együtt nevetnek. Ez az, ami hiányzik a mindennapokból. Hogy sikerült létrehozni, hogy sikerült megtalálnod Éllakát, mert hogy ez nagyon a tiéd? Hát Éllakát úgy találtam meg, hogy engem ide elhoztak. Morvai Feri barátom, aki lent árulja a furujáit, meg Csomortáni Gálaci barátom, aki azt mondta, hogy mutat nekem egy házat. És akkor én beleszerettem abba a házba, meg ebbe a helybe, és akkor én itt, akkor azt mondtam, hogy akkor itt van egy hely, ahova hazajárhatok. A fesztivál egyik díszvendége Tolcsvai Béla, a kárpát-medencei gyökereket tisztelő és óvó, a tradicionális magyar eszményeket dalaiban hordozó Kossuth-díjas énekmondó volt, aki ezen a Hargita megyei kicsiny településen is megtalálta az eredendőt. Ez egy csodálatos hely, és nagyon örülök neki, hogy Mika, a Heitzinger Miklós itt egy gyökeret vert, és próbálja azt összehozni, amit valamikor én is elkezdtem csinálni annak idején otthon, Pázmándon is. Szóval a lényeg az, hogy itt valahogy az ember megújul, valahogy az ősiből mégis maivá válik, és talán a jövőnek mutat valamit. Belső útvesztő, csupa tört szilánk, vágylóban benne félős apró lánk, titok világon bújócska helyem, jelszó kell hozzá, becéző sejem. Nagyon nehéz egy ilyen helyen a mai világban valahogy megmaradni. Nagyon nehéz, mert nem ezt diktálja a valóság, amit találkozunk. Itt mégis minden valahogy megszólítja az embert. Nagyon régi ez a hely, nagyon régi ez a templom. 400-as évekből való valahol, nagyon régi. Az ember hisz a régieknek, valamikor Apolló szenté volt. Talán ez az, ami miatt valahogy az ember ide megérkezik ide ebbe a helybe. Befogadóvá válik, és ugyanakkor mindenki mosolyog mindenkire. Valahogy eltűnnek az ellentétek, és a szeretet marad meg. Gyújts fehér gyertyát, hadd égjen csonkig,
Dicsit a függönyt, hadd lássál csontig. Ne borzadj, vigyázz, üvegen léptesz. Véreddel itass, szívemen tiltesz. Csomortáni Gál László a székely képzőművészet alázattal és hittelteli világát képviselő alkotóként ezúttal sem tagadta meg önmagát. A 15. századbéli unitárius templom sírkertjében, egy évszázados tölgytövében olyan ötvözetét kínálta a világnak a maga sajátos, tiszta gondolatvilágából fakadó performanszében, amely egyszerre adott tisztaságot, reményt és élettel teli jövőképet. Fa szülte ágát, ág szülte bimbaját, bimbaja szülte virágát, virága szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Krisztus Urunkat, a világ megváltóját. Visszavezetni szeretném az embert a természet őserőihez, és főleg a gyökerekhez. Tehát ez a performance pont arról fog szólni, hogy a gyökereket újraéleszteni, és a gyökerekhez virágokat ültetni, tehát dicsőíteni a múltbéli erőket, az őserőket. Mert most azt látjuk, hogy a fának is megadott korhatárt adott az ember. Tehát azt mondja, hogy a 100 éves fa, annak nincs tovább, tehát az öreg. Holott itt a hátunknál áll egy 700 éves szádokfa, és még nem is tűnik öregnek. Tehát ők a reálisan ez lenne. Az emberi élet is pontosan ilyen hosszú lenne, hogyha nem kurtítanánk meg mindenféle cselekedeteinkkel. Angyal szárnyú szélemmel, angyalok fülébe. Az eredendő misztériumát hordozó, az önazonosságot hirdető, az álságos silányt eldobó Énlakai találkozó hozadéka, ebben az esztendőben is a gyökerek tisztelete, az egymásra épülő mosoly és szeretet volt. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a magazinban jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!